Most Gárdonyi kezd, ott van természetesen Varga Dénes a kezdőben, Jaksics úszik be centerbe, Szirányi, ő kapta a labdát, és ő szerzi a mérkőzés első gólját. Az első ferencvárosi akció gólt hoz, és már is 5 összesítésben a különbség. Itt van még egyszer Szirányi, ahogy egyből kapuba húzza a labdát, nincs esélye igazán sem a védőknek, sem a kapusnak. Ott van Mitrovics a kezdőben a ferencvárosi csapatnál. Gólszerzőt egészen közelről Szedőmajer van még a kezdő csapatban a Fradinál. És ott az egyenlítő találat, egy picit meglepő gól a szerzője Bowen. Váratlanul ellövi az amerikai játékos, aki nagyon-nagyon gólerős, elégedettek a klubnál a teljesítményével. Most is ő szerzi az egyenlítő találatot. És hát bízunk abban, hogy egy izgalmas, szoros mérkőzést láthatunk. Nem csak ebben a szezonban jellemző az, hogy idegenben nagyszerűen teljesít a gárda. Varga Dénes vágja be, illetve pattintja a lécre a labdát, onnan csapódik a kapuba. Három gólt szerzett a két csapat Eurókupa meccsén, 4-et a legutóbbi bajnokin, amit ugye 14-10-re nyert meg a Ferencváros, nagyon szépen a vízre pattintja. Vadovics teszi előre a labdát, Bowen fordítja át, Nagy Ádám viszonylag szabadon, még egyet tovább, és befér a rövid saroknál a labda. Berta gólja. 2-2. Sok-sok utánpótláskorú játékos a miskolci nézőtéren. És most a hazai szurkolók örülhetnek ennek a találatnak. Picit megtréfálta ez a labda most Gárdonyit. A túloldalon szabad ember. Egy nagyon sima szerelés Stefan Mitrovics-tól. Marad a 2-2. Másfél perc az első negyedből hátra lévő idő. Németh Toni érkezik második hullámban, és ő vágja be. Még ha egy kis kapufás segítség is kellett ehhez a találathoz. Újabb gólszerzője van a mérkőzésnek, és újabb gólszerzője van a Ferencvárosnak. Szirányi, Varga Dénes és Németh Toni a vendégek három gólszerzője. Hazai részről pedig Bowen volt eredményes, illetve a második hazai gólt Berta József szerezte. Még van néhány másodperc a kiállításból. Sikerül-e ellőni? Sikerül bizony. És megint a rövid saroknál Berta József eredményes. A második gólja a mérkőzésen. Többek között azért hozták a nyári időszakban, hogy arról az oldalról is megfelelően veszélyes legyen a csapat. Két góllal hálálja meg a mai napon a bizalmat Berta. Szedőmajer próbált blokkolni, de elmegy mellette is, és elmegy Gárdonyi mellett is a labda. Varga Zsolt kért időt. A miskolci csapat. Értékelték a játékvezetők, hogy Csánta abszolút zicserben volt. Szedőmajer ráadásul a második hibáját gyűjti be, és Bowen lövi a büntetőt, be is vágja. Először a meccs folyamán vezet a miskolci csapat, és ha nem is kell izgulnia egyelőre a Ferencvárosnak, minden esetre először csökken összesítésben a különbség, persze így is maradt 3 gól. Bowen értékesíti az 5 méterest.
Kiállítás Miskolci részről. Hornyák kapja a hiba pontot. Madaras levitte a kötélig. Manherz is bent van. Mitrovic, Manherz, Madaras, Vámos, Manherz, Mitrovic, Madaras. Gyönyörű játék. A végletekig kijátsza ezt az emberfort a ferencvárosi csapat. És Jansiknak még ott a hosszú fánál van egy lövőcserre is lehetősége, hogy egészen biztosra menjen. Ezért járt a kiállítás, amit Szirányi szállított. És megnézhetjük még egyszer, hogy milyen szépen oldotta ezt meg Jansik. Még az a lövő. Ameddig ilyen döntetlen közeli az eredmény, és egy-egy gól a különbség, addig a Fradi azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nyugodtan játszhat. Nagy Ádám teszi be, és egy szép centermunka, igaz ezúttal nem a kiállítást szállítja Sasa Misic, hanem a gólt hozza. Nem is tetszik annyira Varga Zsoltnak. Megdolgozott a pihenőért a hazaiak centere, elmozdul az emberéről, és befejezi az akciót Gárdonyi mellett. Újra Miskolci előny. Aki eddig is jól és gólerősen játszott, most nem volt szerencséje ennél a kísérletnél. Manherz. Mitrovic. Mitrovic viszi közelebb. Manherz eléggé kiszorított szög, de onnan is belövi. Manherz Krisztián tudja előni még Csuma Kristóf feje fölött a labdát. 5-5. Újra egyenlít a ferencvárosi csapat. És hát látható, hogy folyamatosan cserélve is tudja tartani a lépést a ferencvárosi csapat a Miskolccal. És nem hagyja a Fradi, hogy nagyobb legyen a különbség. Aztán a lövés már nem volt elég pontos. Egy-egy elrontott, elkapkodott támadás mind a két oldalon. Milicic, és egy gyönyörű centermunka. Sánta Dániel, ők leemelkedik a levegőbe. Ő juttatja újra előnyhöz a miskolciakat. 6-5 az eredmény. Újra előnyben a hazai csapat, még mielőtt oda zárnának, és még mielőtt odaérnének a ferencvárosiak. Sánta Dániel el tudja lőni a labdát. Szép center munka volt, és hiába igyekeztek a... Bowen a padon, ő is kap egy kis pihenőt. Marga Dénes. Marga Dénes harcol ki egy újabb szabad dobást, és ezt most belövi. Így újra döntetlen a mérkőzés állása. A második gólja Marga Dénesnek. Nem kérdés, hogy még ebben a nagyon-nagyon megerősített, nagyon-nagyon jól összeválogatott Ferencvárosban is mennyire fontos szerep jut neki, és az ő trükkös megoldásainak. Csoma Kristóf tette előre a labdát. Ember előnyben tehát a Miskolc. Bowen. Bowen teszi vissza a sarokba, és Misic talál be. Próbálja egy picit cincálni az oroszlám bajszát a Miskolc. Kérdés, hogy meddig hagyja ezt a ferencvárosi csapat. Szép gólokat látunk, az biztos, itt is, ott is. Túl közel voltak a miskolciak. A bajnokságban hibátlanul büntetőzik Varga Dénes, a Magyar Kupában sem rontott büntetőt, és itt is értékesíti az 5 méterest.
7-7 a mérkőzés állása. Erős, pontos lövés. Nem hagy esélyt a kapusnak. Milicsics. Madaras sodorja el a labdát. A játékvezetők szerint Sipso után. Ezért a kiállítás. Sőt, egy újabb Ferencvárosit küldenek ki. Kétkezes szabálytalanság, Vámos az, akit kiküldenek. És kihasználja az Emberfort. Gyorsan a Miskolc. Berta József a találat szerzője. 8-7. Utoljára 3-2-nél vezetett a Ferencváros. Azóta 1-1 góllal, de rendre a Miskolc előnyben. Kérdés, hogy sikerül-e esetleg ennél nagyobbra növelni. Mitrovic érkezik vele szemben. Bowen. És Mitrovic labdaszerzése. Mitrovic labdaszerzése, és ezzel lefordul a Ferencváros. Három kék sapkás indul meg a kapu felé végül. Mitrovic viszi végig. És Mitrovic egyenlít. 8-8. Nagyon látványos labdaszerzés a szerb pólóstól. És aztán ő is fejezi be az akciót. Lehet, hogy rosszul érzem, de talán majd Varga Zsolt megmondja a mérkőzés utáni interjúban, de a Fradi pont annyit ad ki magából, amennyi a nagyon magabiztos továbbjutáshoz elég. És nagyon vigyáz arra, hogy Német bent van, de lassan a sapkáját is elveszíti ott center pozícióban. Van még 10 másodperc a negyedből. Igen, ez kiállítás, ott még van egy kis adok-kapok. Lukács csatázott nagyot Némettel. Nézzük, mi lesz az Emberforra, a Varga Dénes. És Varga Dénes belövi. Hát gyakorlatilag ezt hallottuk Varga Zsoltól, ezt kellett megoldani, és meg is csinálta a Fradi. Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott Varga Zsolt, hogy haláli nyugalommal kell belőni. Hát ez nagyjából így történt, azt hiszem. Itt van a kiállítás még egyszer. Itt még a kézfogó, és aztán eléggé szabadon ott középen Varga Dénes, ő ezt kihasználja. Van még egy miskolci kísérlet itt a negyed zárásaként. Madaras. Madaras. Szirányi, Szirányi fordul be. Még tovább növeli a ferencvárosi előnyt. Szirányi Balázs, azaz Balu a gólszerző. 8-10. Ezzel a mérkőzés állása. Még tovább növelve a Fradi összesítésbeli különbségét. Nagyon szép center munka. Lerázza egy kicsit az emberét, befordul, és aztán el is tudja tenni a kapus mellett a labdát viszonylag könnyedén. Közben helyzet a másik oldalon. Nagy Ádám lövése, ott a kipattanó, és ez sem sikerül begyötörni. Bowen próbálkozott, Jaksics segített be Gárdonyinak. Kicsit szétszakad a pálya, Vámos mehet, Zitzerben róla megfeledkeztek. És ezúttal segít a kapufade a Fradinak. 11-8 az eredmény. Mégpedig a vendégeknek Vámos a gólszerző. Még fölényesebbé teszi a Ferencváros sikerét. Még egy indítás és egy betett labda középre, ez is bent van, és újra 4 a különbség a két csapat között. Mitrovic asszisztja után Pol Zoltán iratkozik fel a gólszerzők közé. Itt van még egyszer Pól találata. Mint ahogy végig kézben tartotta a Fradi az irányítást, és még ez is
érvényes találat. Szedőmajer lőtte még el ezt a labdát, és összességében ezzel még fölényesebbé tette a ferencvárosiak győzelmét. Mind a két meccsen 13 gólt szerez a Ferencváros, mind a Komjádi úszodában, mind itt a Kemény Dénes úszodában 13 gólt szerez. Pesten 9, itt pedig 8 gólt kapott. Nem kérdés, hogy megérdemelten jutott tovább a Fradi, és idén is harcba szállhat az Eurókupa döntőjében. És már érkezik Varga Dénes, aki a Miskolc elleni bajnoki után azt mondta, hogy kevesebb gólon szeretnétek majd mindenféleképpen tartani a Miskolcot. Most ez megtörtént a bajnokihoz képest, de a játéka mennyire vagy elégedett? Először is azért gratulálok a döntőbe jutáshoz. Köszönjük. Elsődleges célunkat teljesítettük alapvetően a győzelemmel, és az én személyes célomat avval, hogy 10 gólnál kevesebbet kaptunk, de nem mondanám, hogy elégedett vagyok, mert körülbelül a 6. meccset játszottuk a Miskolccal egymás ellen, és még mindig ugyanazokból az alapvető hibákból kaptunk gólt ellenük. Tehát nem sikerült kiküszöbölni azokat a védekezési hibákat, amiket gyakorlatilag minden meccsen elkövettünk a legjobb játékosaik ellen. Ma is rendre eredményesek voltak. Viszont most ettől függetlenül azért bejutottatok a döntőbe, ugye a Fradi címvédőként, és hogyha téged nézünk, akkor az előző szezonban Bajnokok Ligája döntőt játszottál, és nyertetek is Bajnokok Ligáját. Hogy látod most az esélyeket, a döntőbe jutás ebben a sorozatban már megvan, vajon meg lesz-e az Eurókupa trófea is a szezon végén? Én ezt mindenképpen elvárom a csapattól, még ha azt nézzük, hogy az ellenfél, aki gondolom bejutott a Verona. Az előbb még 3 góllal a Marseille vezetett a mérkőzésem. Na tessék. Tehát bármelyikük is lesz az ellenfél, én azt gondolom, hogy elvárható tőlünk a győzelem, de nem... Tehát úgy érzem, hogy ha a Verona jut be, akkor ő mindenképpen egy erős csapat, jó olasz játékosokkal, az olasz válogatott legjobb játékosával, és úgy érzem, hogy ha lesz egy oda-vissza meccsünk ellenük, és ugye Olaszországban kell játszanunk, akkor az egy nagy kihívás lesz mindegyikünk számára. Sok sikert kívánok hozzá, majd még eldől, hogy ki lesz az ellenfeletek, minden esetre ti ott vagytok a döntőben. Bizony, itt van már Varga Zsolt, akinek első körben gratulálnék, hiszen újra ott van a Ferencváros az Eurókupa döntőjében. Azt mondtad a meccs közben az egyik időkérésnél, és végig ezt lehetett érezni a Fradin, hogy halálnyugodtan, szépen végigjátszva a helyzeteket, ezt kéred a játékosoktól. Ez volt a cél, hogy megtartsátok azt a magabiztos előnyt, amit az első mérkőzésen szereztetek az első 3/4 alatt, és addig annyit adjon ki a Fradi magából, amennyi ehhez szükséges? Hát ez nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy mennyi elég egy ilyen mérkőzéshez. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés azért is volt nehéz, több oknál fogva. Az egyik az az, hogy tényleg a sokadik meccsünk volt a Miskolccal. Egyre jobban ismeri egymást a két csapat, és egyre inkább benne van szerintem a játékban az, hogy egyszer-egyszer, amikor mi nem játszunk esetleg annyira jól, mert minket jobban, ők egyre jobban játszanak. Ettől függetlenül picit hasonló volt a képe talán ennek a mérkőzésnek, mint az előző mérkőzéseknek. Összességében én úgy vagyok most ezzel, hogy inkább örülök annak, hogy bejutottunk a döntőbe, és tudtunk nyerni itt is. Magával a játékkal azért vannak fenntartásaim, de összességében örülök neki, hogy ezt a mérkőzést végül is tudtuk így hozni. Tavaly is ott volt tehát a döntőben a Fradi, amelyet végül megnyert, de most menjünk csak a döntőig, és azt mondd meg, hogy mennyire volt más a tavalyi döntőig vezető út, mint mondjuk a mostani? Szerintem nagyon más volt, hiszen én úgy gondolom, hogy majd is ezt akkor tudom elmondani, amikor lejátszottuk az utolsó két mérkőzést is ebben a sorozatban, hogy nekünk tavaly a Jadran Hercegnovi az egy nagyon nagy ellenfél volt. Ugye ők összességében 7/4 keresztül vezettek ellenünk, és az utolsó negyedbe fordítottuk meg. Tehát azt gondolom, hogy nekünk azóta egy nagyon-nagyon nehéz lélektani pillanat volt. Én megmondom őszintén, hogy most is éreztem egyébként nehézséget így a lélektanában ennek a mérkőzésnek, hogy ahogy beszéltünk előtte is, nem mindig lehet elvonatkoztatni attól, hogy van egy 4 gólos előnyünk, és esetleg 4-szer nyertünk el a Miskolc ellen. És ezért szerintem egy picit lágyabban indultunk az elején, bármennyire is bennünk volt az akarat, és tudtuk, hogy ez egy fontos mérkőzés. Szerintem ezért volt az a 3/4 ilyen nehezebb játék, ilyen
nyögvenyelős több hibával játszottunk. Mondom, összességében úgy éreztem, hogy ez benne van ebben a mérkőzésben. Jön most majd a finálé, ugyan végig mondtátok, hogy a cél a címvédés, már csak két lépés van hátra a címvédés felé. Az ellenfelet még nem lehet tudni, ugye a Verona és a Marseille nagy csatát vív. Most előbb mondták a kollégáim, hogy jelenleg a Marseille vezet 3 góllal, ugye két gólos Verona előny volt az első mérkőzés után. Nehéz megkérdezni, hogy milyen fináléra számítasz, de azért ők gondolom mindkét csapatot már nézegettétek, hogy mennyivel lesz mondjuk nehezebb dolgotok, mint tavaly a Nagyvárad ellen. Úgy ítélem összességében, hogy biztos, hogy nehezebb lesz, mert a Verona az egy más csapat. Én egyébként azért beszélek így, mert én azt gondolom, hogy ők fognak tovább jutni, nekem ez az érzésem. Majd, hogyha esetleg máshogy alakul, akkor majd elkezdünk azzal foglalkozni. Én úgy gondolom, hogyha megnézzük akár a Veronát, vagy a Marseille-t, szerintem a Verona egy jobb csapat struktúrájában, játékosában, mindenében. Én úgy érzem, hogy valamivel biztos, hogy nehezebb lesz, mert ez egy komplexebb csapat. Komplexebb csapat, eleve egy olasz stílusú játékot játszanak, ami azt gondolom, hogy mindig egy ilyen pörgősebb, agresszívabb játék, arra egy picit úgy föl kell készülni. Úgy gondolom, hogy biztos, hogy nehezebb lesz ez a döntő, mint amilyen volt a tavalyi. Sok sikert kívánunk hozzá minden esetre, Varga Zsoltnak. Köszönöm szépen!